Kedves vendégek, is figyelmet kérnék szépen. Én most megkérném az ifjú párt, hogy ők is gratuláljanak először egymásnak egy nagy csókkal. Kedves apró pár! Turbíkoljatok ti kis galambok módjára, és sokasodjatok, szapodjatok jövő ilyen tájra. Én az ifjú párt! Kérünk szépen még az ifjú párt. Kérem szépen ide az ifjú pár. És kedves vendégek, én most megkérnék minden kedves vendéget, hogy egy közös fénykép erejéig az ifjú pár mellé is meg én legyenek szívesek felsorakozni. Ja, fönt! Föntre. Kérjük szépen a szülőket, háztagyokat, vadszülőket, és minden kedves vendéget az ifjú pár mellé is mögé. Megkérik minden kedves vendéget, hogy maradjon még egy picit a helyén. Kedves vendégek, kis figyelmet kérek! Kedves vendégek, szép fiatal lányok, alázattal szólok én most ti hozzátok. A mi kedves mennyasszonyunk azt szeretné tudni, hogy az ő példáját ki fogja követni. Amit itt most láttok, az nem egy díszes bokor, hanem egy gyönyörű szép mennyasszonyi dobós csokor. Aki ezt elkapja, az lesz az erénye, hogy neki lesz legközelebb az esküvője. Én most a lányokat szeretném felkérni, legyenek szívesek ide kifáradni, mert a mennyasszonyi csokor dobás most fog következni. Vőlegény uram, megkérnélek, hogy segíts abban nekünk, hogy minden lány kint legyen. Ready? Várjál, Csilla, megy a Reni. Nem látlak, ott meg van, gyere. Zsófi! Anya! Igen, megvannak.
nagyon egymás mellett vannak. Tényleg nem lesz a kulcsolják, ezért egy segélyt. Kölegény ura, megvan minden leányzó? Ja. Megkérem a lányokat, hogy kicsit tömörüljetek, mert ezt a csapot el kell kapni, jó? Jó, hogy mindig elhaladjon. Figyeljetek, háromra történik a csokordobás, ami kedves kölegény urunk fog háromig hangosan számolni. Figyelem, átadom a szót kölegény urunknak. Egy, kettő, három. Hát dobd egy s hátra, hanem dobd. Dobd. Olyan messzire mintek, hogy... Nem kaptad, de nagyon is jó tetted, hogy elkapni. Csokrok.